Ez jó. Egy kicsit halk lesz, de hát ez van. Lehet, hogy egy picit erősítünk rajta. Így tök jó. Úgyhogy, ha van kedvetek, csatlakozzatok. Ha nincs, azzal sin... Ó, de már nem leszek egyedül. Jól van. Na, ami biztos, hogy 5 perc, mint ahogy szoktunk. És már... Akár mehetünk is. Még egy nagyon fontos dolgot szerettem volna közölni veletek, mégpedig azt, hogy előre láthatólag olyan egy-másfél, vagy akár két hónapig is nem lesz elérhető a weboldal, majd meglátjuk még, hogy ez hogy alakul. Úgyhogy így nagyjából ennyit szerettem volna, aztán nézzük akkor a játékot. Na nézzük. Aha. Oké, ez... Shamrock Whiskey Bar. Na most a Whiskey Barból kiindulva ez még mindig bármi lehet. Az úgy nem jó. Will. Ez Will lenne? Nem vagyok benne biztos, megyünk egy picit tovább. Itt vannak táblák, azokat meg kéne néznem, mert az nagy segítség lehet, például, hogy Saint Joseph. Vagy... Oké, ez eddig bármi lehet... Mondjuk ez egy eléggé írnek néz ki, de nem hiszem, hogy az Írország, mert ez... Hát mondjuk a tengerből bármit ki lehet gondolni, de én szerintem ez inkább... Re. Pont re. Oké, fogalmam sincs. Saint Louis, aha. Ez... van egy elképzelésem. De ez csak egy elképzelés tőlem. Mert ez bármi lehet még. Igen, főképp ezekről az ír meg angol nevekről én arra asszociálnék, hogy ez lehet Új-Zéland is akár. Ha most ez a baj, tudjátok, hogy nagyon könnyű mellé lőni. Mert akár ez a Dél-Afrikai Köztársaság is lehet. Mert ott is vannak ilyen nevű városok. Oké, fogalmam sincs. Tehát tényleg, abszolút fogalmam sincs. Csak tippelgetek egyelőre, nem mindegy, pedig a Saint Louisból... Na nézzük. Port Elizabeth, bármi lehet, tehát Kelet-London, tehát nem tudom, ez tényleg bármi lehet. Mennyi időnk van? 1 perc 40, egy kicsit tovább megyünk itt az úton, azt meglátjuk. Ha nem megyünk tovább az úton, azt mondja. Mi a bűbánat lehet ez? Mert akárhogyan nézzük, itt vannak örökzöldek. Vannak örökzöldek, ami alapján azért következtetni lehet, hogy ez nem...
nem Írország, ott az egy picit hűvösebb van, én úgy érzem. St. Louis, pedig ez lehet a Ausztrália? Na várjatok, ránézzünk erre. St. Louis. Hú, nagyon meg vagyok lőve. Mert a világon vagy 4-5 helyet tudok mondani, ami simán lehet. Ami simán lehet. Tehát itt most akár az Ausztrália, akár Új-Zéland, akár a Dél-Afrikai Köztársaság, ezek közül bármelyik lehet. Bár egy kicsit mégis inkább e felé hajlok. Most direkt nem mondom ki hangosan, de e felé hajlok. Aha, fogalmam sincs. Majdnem. Hello, Bazsi. Ó, hát igen. Hát igen, Port Louis. Aha. Mauritius meg Réunion. Hát igen, Madagaszkár mellett. Jó, hát ezt 5 méteres pontossággal megmondta. Fanny. Oszta. Múltkor is ezt mondtam, ugye. Így van, így van, így van. Mehetünk tovább. Jó, hát... Nem baj, gyenge kezdés után erős visszaesés fog bekövetkezni, meglátjuk. Csak tippeltem. Aha, 5 méteres pontossággal, na-na. Na-na. 5 méteres pontossággal tippelni azért az már erős. Hát, száradnak a ruhák. Ez van. Közben itt a kávém is. Úgyhogy fiúk, lányok, hát igen, én is tippeltem, csak nem jött össze. Úgyhogy vigyázni kell, mert Fanny gyakorolt. Úgy érzem, Fanny gyakorolt. Hűha. Fogalmam nincs. Jó, mindig ezt mondom, hogy fogalmam nincs, de tényleg van, amikor nincsen fogalmam arról, hogy merre járunk. Hát ez még akár Románia is lehet. Jézusom. Aha, ez nem Románia. Nem, ez... Hello Alex, hello. Na szóval, ez első tippem szerint, ez a kék-sárga ország lesz, akarom mondani Ukrajna. Ez lenne az első tippem. Aztán majd meglátjuk. Az a baj. Most tök mindegy, hogy az oroszoknál vagyunk, vagy Ukrajnában vagyunk. Vagy Oroszország, igen, lehet az is. Az a baj, hogy nem tudom elolvasni a kiírásokat, szóval sok mindenre nem fogok menni. Hogyha valahova nem írják ki angolul, hogy itt vagy, az meg, akkor... Igen. Pedig ez biztos nagy segítség lenne, hogyha tudnám, hogy ez micsoda. Mert ez egy busz megálló, tehát szerinted orosz? Lehet egyébként, Alex. Simán lehet orosz. Vagy nem. A zászló alapján ez... Húha. Hú, várjatok. Várjatok, azt a zászlót ismerem. Macedónia? Simán lehet Macedónia. De ha Macedónia, akkor talán Bitola. Csak mondtam valamit. Nem, egyelőre fogalmam sincsen, csak valamit bejelölök, hogy legyen, jó? Legyen egy jelölés.
Oké. Igen, látjátok? MK. Mert ugye ők Makedóniának mondják, és nem Macedóniának, mint a paraszt, akarom mondani én. Szofra. Nem hinném, hogy olyan van. Nézzük csak. Tetovó. Struga lehet esetleg. Struga lehet. Struga. Akár még lehet is. De viszont, hogyha az, akkor kellene látnunk legalább egy tavat, nem? Hát, nagy segítség, de nem. Fogalmam nincsen, hogy hol vagyunk. Hát, mit tudom én, ide jelölünk akkor egyet. Az volt a busz megállón? Hát, nézd. Én nézem a térképet, de egyelőre nem találtam olyat. Az a baj, hogy én már nem tudom ezeket olvasni. Strumika is lehet. Hát nem tudom. Passz. Most mondjátok azt, hogy tippel Fanni. Olyan szinten nem tippel, hogy az tuti. Mehetünk tovább. Igen. Igen, nem tudom. Nem tudom, most csak tippelek egy országra, jó? Ez most tényleg. Aha, Laden and Lossen. Jó, hát ez nem mi a neve lesz. Ez nem az az ország lesz, amire gondoltam. Ó, igen, meg kiolvasni sem tudom, nem hogy. Dánia? Argentína? Nem, hát azért Argentína az egy kicsit másabb. Mert figyeljetek, a kis patakokról én simán tehát emiatt, meg ha megnézitek a házakat, én Hollandiát mondanék, de hogyha nem Hollandia, akkor ez még Dánia vagy Amstelstraat. Igen, ez biztos, hogy az. Rotterdam, Amstelstraat. Tehát valamelyik külvárosa lesz ez Amsterdamnak, mármint az a rész, és erre felé van, az tőlem... Délkeletre van? Hát mit tudom én, valami legyél te. Wallstraat, ja, ez szerintem Hollandia, nem tudom. Aztán vagy nagyot tévedek, vagy nagyon nem. Ez így szokott lenni általában. Keresni kéne ahhoz egy valamilyen támpontot, tudjátok? Mindig ezek a támpontok azok, amik segítenek, hogy... Allendor specialisten. Igen, igen, ez eléggé németnek hangzik. Ez is. NL, igen. Nederland, ez már biztos, hogy Hollandia. Ez biztos, hogy Hollandia, 100%. Jó. Tehát akkor odáig meg vagyunk, hogy ez Hollandia. Egyébként már az első tippem ez volt. Ott tegyünk egy a parkolóban még egy kört, nem szeretnék. Akkor menjünk arra éjszaknak, jó? Na, de figyeljetek, nincs azzal semmi baj, nyugodtan tippeljetek, nyugodtan mondjátok, hogy ti mire gondoltok. Ezzel nincsen. Vagy eltévedt egy holland autó Luxemburgban, az is lehet, látod. Igen, bármi lehet, meg az ellenkezője is. De nem ez szerintem Hollandia. Ez nagyon Hollandiának tűnik.
De ennél közelebbit nem tudok mondani viszont egyelőre. Hogy Hollandián belül, ha bűbánatos francban lehetünk. Nem, Alex, ez biztos, hogy Hollandia. Tehát ki van írva? Ki volt írva, hogy Hollandia? Pont NL-lel volt a honlap, tehát ez biztos, hogy Hollandia. Ó, basszus, már megint bekeveredtem egy rohadt parkolóba. Hát nem kellenek ezek a parkolók nekem. Inkább ki kéne innen jutni, hogy legalább azt lássam, hogy micsoda és merre is. Egyébként még ezek a garázsok is jól néznek ki, az anyja úristeni. De jól néznek ki ezek a helyek. Itt vergődök egy ilyen, mi a nevében? Egy ilyen panelrengetegnek mondanám, de nem az. Igazából, ha megnézitek. Jó, hát ennél közelebb nem jutok a megoldáshoz szerintem. Úgyhogy... Ennyire tudtam jutni. Na nézzük. Egy kicsit északabbra volt. Alkmaar. Nem baj, közelebb voltam a megoldáshoz. Abba biztos voltam, hogy Amsterdam környékén van. Oké, tehát ez... Tehát akkor ez elméletileg valamerre... ...12 kilométer. Igen, az a környék. Az egyértelmű. Ez lehet, hogy kicsit arrébb lesz. Ugyanis 12 kilométerre van tőle a... Ez még akár ez a rész is lehet. Az a baj, hogy egyelőre még nem vagyok eléggé közel hozzá, hogy megmondjam, hogy melyik rész. Simon, aha. Szendeni, aha. Hát meg lehet ez is. Igazából simán lehet ez a rész. Most tudjátok, mi a baj? Most lehet, hogy tök rossz helyen keresgélek. Mert... Aha. University Paré. Mert én erre a környékre mondanám. Tehát valahol erre felé vagyunk. Tegye fel a kezét, aki ugyanúgy gondolkodik, mint én. Vagy aki nem, az sem baj, csak... Na mindegy, menjünk tovább, jó? Tehát akkor erre kell menni. Mert ugye Eastre van, ha megnézitek, Eastre van tőle a város. Tehát magyarán akkor nem ez az oldal, a másik fele lesz, várjatok. Ez az oldal lesz. Mi volt ennek az utcának a neve? Basszus, már elfelejtettem. Egy pillanat ezelőtt néztem meg.
El vagy veszve, Bazsi? Én minden nap el vagyok, vagy legalábbis most nagyon. Szent Simon. Nem ez az utca kell. Ez az utca kell. Egy picit menjél közelebb. Oké, visszább. The Grenland Barra. Aha, oké. Ez nem nagy út, ez valami kicsi lesz. Hát próbáljunk valami ilyet. Ami nem biztos, hogy így van, de valami hasonló környékre tippelek. És ez még mindig csak tipp, igen. Az a baj, hogyha egy kicsit okosabb lennék, ahogy nem vagyok, akkor látnám, hogy merre vagyunk pontosan. De ez akár... Tehát azt mutatta az előbb, hogy 12 kilométerre vagyunk az egyetemtől. Na majd itt majd ez segít egy kicsit remélhetőleg. Oké, na nézzük. Tehát akkor... az A4-es van erre. A13. Na várjatok, keressük meg az A4-est. A Universität arra van. A86 meg az A4-es. Hűha, nem lesz már meg mi. Az A4-es megvan. Tipp. Közel voltam. 5 kilométer előttem. Igen. Azért néztem ezt a környéket. Itt ezt a részt. Meg megtaláltam az A4-es utat. Az egy támpont volt. Üha. Hát hello. Jó, ez... azt kéne tudnom, hogy te mi vagy. Jaj, Istenem! Aha. Hát, oké. Oké, kb. Tudom, hogy ez milyen környék lehet. Igen, én is úgy érzem. Azt a rohadt szentségit. Ez egy piac? Hát oké. Vissza egy picit. Ott volt egy tábla. Ja, az nem tábla. Ó, te. Drága kenyér, most komolyan? Hát lehet. Lehet egyébként. De sehol nincs egy értelmes tábla. Hú, te. Na most kéne a Jemi barátomnak szólni. Hát biztos, hogy tudna segíteni. Már nem vicces, de Románia. Ennyire nem sötét, Jami. Jó, ez egy főút, ahogy látom. Látjátok, ez egy 4-sávos vagy 6-sávos főút. Most az, hogy mennyire tartják be, az egy másik kérdés. Hű basszus. Jézusom, drága kenyér. Hát ez bármi lehet. Ha nem írják ki nagybe... Jó, ez nem hiszem, hogy ez Brazília. Ez inkább Afrika lesz. Hú, gyerekek. Jézusom. Oké, ez szerintem nagy segítség. Hú, hát ebből kiindulva ezt simán mondanám a főváros környékének, de azt a rohadt élet. Vagy nem. Na mindegy, egyenlőre ide tippelünk egyet. Aztán meglátjuk. Ó, te drága kenyér. Hát most nézzétek meg. Tehát... Itt az út. Itt a főút.
És figyeljetek, eddig tart. Tehát itt már nem. Itt már ez nem. Ó, te. Ó, te. Hú. Hű, te. Drága kenyér. Hát én erre nem voltam felkészülve, én ezt őszintén megmondom nektek. Hát legyen ez. Hát a munkásasszony, hát most ez van. Hű, te. Hát itt azért... És ki van írva, hogy no parking? Hát ne haragudjál, de... Jézusom! Szerintetek ez a főváros? Hú, te! Fővárosnak a külvárosa lenne így elsőre. Ott egy híd. Várjál, nem biztos, hogy az. Én azt mondanám, hogy ez a főváros kül... Szép környék laknád? Hát azért... Tehát figyeld, most nem azért, tehát... Azt a rohadt szentségit. Ó, kiértünk valami főútvonalszerűre. Úristen, tehát ez... Hello Zsolt, hello. Na hát, gyere szállj be te is a tippelgetésbe. Te laknál-e erre? Bevállalnád-e? Bemernéd-e vállalni? Hello Zaláncsongi, hello. Persze, hogy emlékszem. Szia Keti. Hú, ez valami háborús terület? Nem, ez Nigéria. Hú, te. Hello there. Hello Novitki, hello. Ezek a házak a legszebbek. Hát ezek, figyelj. Te most nézzétek meg, ez itt tök szép környék, és akkor mész, mit tudom én, egy 500 métert is, és utána meg benn vagy a putriban. És itt még rendesek a házak, igen, ez szerintem külváros lesz, én azt mondanám, hogy valami külvárosi rész, mondjuk legyen ez. Hát ez olyan szinten meg vagyok lőve, hogy ezt elmondani nem lehet. De hát ez, Jézusom. Aha, hát azért annyira nem találtam el. De az ország megvolt. Na, hát a lényeg, hogy Fanni úgy tönkrevert, ahogy kell. Szép volt, Fanni. Szép volt. Na, küldöm a linket, fiúk, lányok, lehet jönni a következő körbe. Gyertek. Hát... Gyertek. Fú, de figyelj, Fanni most így komolyan. Te mit mondasz? Mit mondasz erre a nigériai városra? Ez neked bejött? Tehát ezt így bevállalnád? Tuti titokban földrajz diplomás ajány. Lehet. Fanni ellen esélytelen? Nem, egyébként nem. Gyere nyugodtan, Zsolt. Nem laknál mi? Hát én sem. Hú, te, de ennél van sokkal gázosabb rész, és nem is kell ilyen messzire menni. Ezt egy párszor már láttuk. Úgyhogy fiúk, lányok, gyertek, lehet csatlakozni. Nem számít, hogy hányadikak lesztek. Higgyétek el, nekem sem egy jól. Gyertek. Ez csak arról szól, hogy szórakozunk egy jót. Meg megnézzük a világnak a tájait, hogy hát hol nem kéne lakni. Meg hol igen, szóval gyertek nyugodtan. Ennyi a történet, egy kicsit várunk, aztán utána megyünk is. De ez az utolsó, ez azért most megkínzott rendesen. Hú, hát azért, figyeljetek! Nekem van kenyai, van nigériai ismerősöm, jó barátom. Azt nem mondták, hogy ilyen helyek vannak ott. Uram, Isten! Jó van, Zaláncsongi, persze, nyomjátok. Na, gyertek, lehet csatlakozni. Még kétszer bedobom a csetre, úgyhogy gyertek csak. Ez mindösszesen arról szól, hogy egy kicsit körbenézünk a világon. Semmi más. Nekem indiai ismerősöm van az egyik legjobb fejembe. Figyeljetek, nem az határozza meg. Oké, Alex, köszi. Nem az határozza meg, hogy valaki normális vagy nem normális, hogy honnan származik. Ugye értitek? Na.
Még valaki csatlakozzon. Nagyon jó. Oké. Még valaki? Senki többet harmadszor? Na, még van két szabad hely. Gyertek, legyünk hatan. Mit szóltok hozzá? Legyünk hatan, bárki jöhet. Csak rákattintotok. Adtok egy nevet magatoknak. Ingyen van, teljesen. Nem, Alex, nem. Én mennék, csak nem tölti be, meg azt írja, hogy error. Nem tudom miért, nekem semmiért nem szabadna. De gyertek, még kétszer bedobom. Gyertek, már látjátok, másnak sikerül. Most képzeljétek el, én mindenféle emberrel találkoztam. Én a mongoltól kezdve a vietnámin, kínain át egészen a kenyai, nigériai emberekkel. Én mindenféle népcsoporttal találkoztam. És beszélgettem, és van, akivel nagyon jó barátságban vagyok, közös képünk van, stb. És figyeljetek! Ebben a játékban is látszik, hogy nem annyira rossz hely ez az ország, már mint fejlettségben van sokkal elmaradottabb is. Na, az tök jó, Zaláncsongi. Na, figyeljetek, elkezdek visszaszámolni, jó? 5, 4, 3, 2, 1, kezdjük. Figyeljetek, ha esetleg sötét, fekete lesz a képernyő, és nem látjátok, semmi gond nincsen. F5, újra töltitek, vissza tudtok csatlakozni, jó? Csak mert elő szokott fordulni ilyen hiba. És be lehet csatlakozni a játék közben is, úgyhogy fiúk, lányok, lehet. Na, lássuk. Én pedig segítek, mert én mindig mondok mindent. Huha, ez nagyon ismerős környék nekem. Jézus Máriám, Szent Johanna. Hát figyeljetek, ez mit tudom én, Salgótarján külső. Nem, ez... Nem, ez nagyon... Az Jonkár... Iha... Jajaj... Na most az a baj, hogy ez lehet három. Egyrészt nézhetek Bután, azt most nem fogok. Mondhatom azt, hogy Banglades. Jonkár akár lehet Banglades is talán. De lehetne mondjuk, várjunk, nézzük ezeket a betűket. Igen, simán lehet. Simán lehet Banglades. Vagy lehet... Hát figyeld, itt a környéken azért van bőven olyan terület, ami... Most az a szégyen, fiúk, lányok, hogy én most látom a helységnevet elméletileg. Na most, én nekem ezt el kellene találnom, így nagyjából el kellene találnom, mert látom az írást mondjuk nem. Ez Kambodzsa is lehet. Az írást azt nem tudom nektek így kifejezni. Hű. Egyébként erről a környékről rengetegen jönnek Magyarországra, mert annyival... Jobbak itt az életkörülmények. Nem, ez biztos, hogy nem. Nem. Vietnám lesz. Hello, Zergérien! Hello. Igen. Nem, Zaláncsongi, nem. Ott írja a helységet. Szerintem ez nem az lesz, de megnézem mindjárt, mert lehet, hogy külváros lehet. Hát... Az a baj, hogy nem Laosnak tűnik ez. Hát az Isten tudja, így elsőjére. Nem tudom, én most valamit jelölök, aztán majd körbenézünk, jó? De megyünk tovább még. Ott volt. Mondtam, hogy ne nézzé Bután. Junker. Na hol az anyámban vagy? Sandrup Junker. Basszus, hát...
Jó, mindegy, egyenlőre ide rakom. Most tudjátok, hogy mi lesz a szép? Az, hogyha nem, tehát, hogy mondjam? Hogy látom a területet, de nem látom azt a helyiséget, amit keresek. Az elég gáz, hogy nem látom. Hát ez is nagyon szép környék, tehát itt is laknék. Gondoljátok. Gondoljátok, hogy itt is laknék. Úristen. Hát ismerd meg hazádat, mozgalom. Vagy akarom mondani, ismerd meg a világot. Itt vagy. Jó, jó, megvagyunk, megvagyunk. Várjatok, ez pedig a... Aha, oké. Hát megtaláltam a környéket, már csak meg kéne találnom ezt a helyet. Vissza az elejére. Na. Oké, te vagy a... Sandro. Most komolyan? Azt mondod, hogy 121 métert tévedtem. Ó, az Isten áldjon meg téged 8 gyerekkel. Egy utcát tévedtem. Nem, kettőt. A fene. Na mindegy, hát azért eltaláltam nagyjából, ugye? Na, mehetünk tovább. Majdnem, igen, majdnem. Hú, te! Már megint valami jó környékre kerültünk. Na, fiúk, lányok, akkor lehet tippelgetni, hogy hol vagyunk. Jó, oké, ezt már tudom, hogy milyen ország. Na, tegye fel a kezét, aki tudja, milyen ország. Ez alapján. Daidaros, hello, hello. Hello, hello. Igen, én is arra tippelek. Kicsit közelebb visszük. Apple Center, igen. Természetesen az a legfontosabb. Igen, szerintem az, de biztosra akarok menni, azért nézegetem ám annyira. Vagy nem? Üha, elnéztem volna? Elnéztem volna. Ez nem. Ez nem türki. Nem türki. Ez alapján nem türki. Az a baj, hogy a rohadt tábla... Ott a zászló, várjatok. Hát én vagyok a hülye. Ott a zászló. Hát ez pedig nem türki. Szurakarta. Malajzia? Ah, Indonézia? Hát Indonézia simán lehet. Simán meg lehet. De bármi lehet, meg az ellenkezője is. Akár Szingapúr is lehet. A zászló alapján nem. Nincs meg. Én azt hittem egyébként elsőre, hogy türki. De hát nem. Várjatok, mert a helyiséget is keresem, valami Surakarta, vagy olyan hülye neve volt, az Isten áldja meg. Nem Tájföld, az biztos.
Georgetown. Wow. Az érdekes. Ezt csak gondoltam, megnézem. Jó, elsőre kattintok valamit, mondjuk legyen itt ez a környék, nem tudom. Csak nézegetem ám még. Várja, a szurakarta. Ez a környék, az biztos. Jakarta. Lehet, hogy ez a környék lesz. Arra biztosan nem. Somebody like me. Nem tudom a környéket, de Sri Lanka az már biztosan nem. Nem, ez már más környék. Én ezt a részt mondanám még. Honnan kezdődik a nagy utazás? Nyomjad. És van, akinek meg volt ennyiből egyébként? Javatod, igen. Kavatán. Pet shop. Aha. Tegye fel a kezét, aki tudja, hogy hol vagyunk. Igen? Na. Zárgérien, nyomjad. Igen, Alexnek megvan. Kavatán. Hát akkor én nagyon rossz felé kacsingatok, úgy nézem. Jakarta. Én ezt a környéket mondanám egyébként. De hát az ugye semmit nem jelent. Jó, hát mindegy. Nem kell mindent eltalálni. Ahhoz képest figyeljetek. Surakarta, basszus. Nem láttam a kiírást. Tudtam, hogy valami ez a környék lesz. Tehát elindultam ugye innen. Honnan? Indonézia meg Malajzia környékéről, ugye innen elindultam, és itt Sumatra, Jakarta környék, igen. Nincs semmi baj, Alex, nyomjad csak. Na nézzük. Üha. Na, ez már egy fokkal szebb környék. Ez egy fokkal szebb környék. Erre már mondanám, hogy itt laknék. De csak addig, amíg az első táblát nem látom meg, és kint lesz valami, nem tudom, valami istentelen nyelv. Oké, még egy picit jobbra. Amerika? Szerinted Amerika? Mindjárt megnézzük. Hát .com az már biztos. Az autók alapján még akármi is lehet egyébként. Ez valami büntetés végrehajtási intézmény lehet? Hűha, hát akár még az is lehetne. Csak mondom, de várjatok, mert akkor... Akkor, hogyha valami olyasféle... Várjatok, ott a kiírás. Az. Jó, csak hát tudod, ez egy, mondanám, hogy egy tök kicsi ország, de rohadtul nem az. Szóval itt, most nem azért az egy húszért, de találd már ki, hogy melyik fele. Még egyel arrébb. Aha, még nem látom a táblát, az baj. Hát még inkább nem látom a táblát. Jó, megyünk tovább akkor. Nem, az első tipp az szerintem helytálló. Szerintem az első tipp az helytálló. Mármint az ország tekintetében. Igen, ez annak tűnik országra. Üha. Nekem nem elég az ország, a város is kéne. Real estate, köszi. Hát legalább kiírnád, hogy itt vagyunk, az meg.
Igen, dollár van kiírva, azt látom. Jó, csak vissza lehet menni. Na. Na, fiúk, lányok, tegye fel a kezét, aki tudja, hogy hol vagyunk. Nem úgy, mint a múltkor. Csak kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy hányan jöttetek már rá. Mert én még rohadtul nem. Elsőre csak valamit mondok, jó? Egyenlőre valamit mondok. Azt hiszem megvan. Na! Daidaros az nyomja keményen. Hát nem lehet mindenki olyan, mint én, hogy itt beszél hülyeségeket, és közben azon morfondírozik, hogy ott, azt nézd csak, bank off. Megvagyunk. Fiúk, lányok, megvagyunk. Csak kb-ra. Csak tippelgetek, fiúk, lányok. De én inkább így ezt a környéket mondanám. Vagy inkább ezt. Kell itt lenni egy büntetés végrehajtási intézménynek. Nem tenger mellett van szerintem. Nem tudom, hát annyira nem látom. Tehát annyira nem tudtam még kimenni. De figyeljetek, a kiírások alapján ti most mire gondolnátok? Őszintén. Tehát most én nem hinném azt, hogy ez mondjuk bent van a kellős közepén. Thunder Road. Aha. Nem tudom. Tényleg. Tehát én így kimerem jelenteni, hogy nem tudom. Egyelőre. Hopsz, egy picit visszább. Portmocsa. Na várjatok, mert ez így egy kicsit nehézkessé teszi. Nem fogom megtalálni a szigetet. Ja, még egy kicsit guham. Tudtam. Ezen gondolkoztam egyébként. Mert már volt, hogy átvert a játék. Volt már, hogy átvert a játék. Igen, volt, hogy átvert már a játék. Víz mellett van, lehetett látni. Igen, lehet. Na nézzük. Oké. Azért mondom, hogy azért nem annyira egyszerű ám. Na nézzük. Mediterrán egy kicsit. Ezt kicsit mediterránnak mondanám elsőre. Építészet alapján. Kellene egy tábla. Jaj, ez nem mediterrán. Jaj. Hát ez... Hűha. Na hát ez innentől lesz érdekes, fiúk, lányok. Hú. Nézd meg a rendszámot. Hát látom a rendszámot, hogy nem látom. Igen, Bazsi. Én is arra gondoltam. Csak most direkt nem mondom hangosan, hogy mindenki ne legyen meglepődve, de ez az lesz. Annak tűnik. Na jó, de hát azon belül az... Nem tudom, csak most tippelünk valamit, jó? Mert ez akár bármi lehet, meg az ellenkezője is. Na. Oké. Menjünk itt fölfelé, hát. Aha, nem jó fele jöttem. Zsák utca, ez az én szerencsém. Oké, menjünk balra. Most megnézzük, hogy
Látunk-e valami támpontot? Olvassátok már el, légy, mi van kírva a buszra. Igen, igen, Viking IT, ez Csepel. Igen, 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 ez biztos. A hívállomás miatt én is Csepelt mondanék. Igen. Igen, Csepel alsó. Jó, ez Csepel alsó lesz, ez biztos. Jó, ez fönt van a hegyekben. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem, mindenféle gond van most a fejemben. Úgyhogy fiúk, lányok, ti is látjátok, ez Csepel alsó. Aha, a kiírások nem sokat segítenek egyenlőre. Egyelőre nem sokat segítenek, de majd most, majd még egy picit közelebb megyünk. Mondherz, jó helyen. Látjátok, én megmondtam. Valahol erre vagyunk. És valahol itt voltunk benn. Látjátok? Én megmutatom nektek, hogy nem szabad ezt a játékot játszani. Tehát akkor visszamegyünk a kezdőpontra, és keressük az utca névtáblát. Az mi? Ekkora az utca? Sok hallom. Csoda, hogy nem szorult be az autóval, csak mondom. Hű, te! Hú! Hát ez azért egy kicsit úgy durva. Aha, megvan az utca név, csak nem bírom elolvasni. Istenem, mi ez? Nem csak Prágában, Dél-Olaszországban is, tehát Olaszországban is, nem csak Dél-Olasz, mert Észak-Olaszországban is vannak ilyen utcák. De ez valami itt lesz, itt ez a környék lesz. Itt ez a környék lesz. Szerintem, nézzük csak. Őtőle Southwest, nem? Southwestre van. Várjál, és oldalra kell kanyarodni, ez akkor valahol itt lesz fönt. Ez valahol mond heret, nem hiszem. Ez a környék lesz szerintem. Southwest, East, várjatok. Southwest, Dél. Az jó, Dél-nyugatra nem, akkor ez a rész itt. Tip. Én találtam zászlót. Az tök jó. Én pedig három utcányira megközelítettem a célpontot. Nem, az egyébként. Kicsit lejjebb volt. Mennyire találtam el egyébként? Hadd nézzem. 2,9 km. Klingon? Igen, így van. Klingon. Na, Jeruzsálem egyébként, Jeruzsálem volt, aki esetleg nem tudja, hogy hogyan jöttünk rá, nekem nagy segítség volt az, hogy a Mondherzt írta a tábla, és az itt van. Még a végén bedob valami Miskolcot. Nehogy azt higgyétek, hogy nem teheti meg. Ó, Istenem, már megint hol vagyunk? Hűha. Oké. Jó, első tipp, jó? Első tipp. Csak egy első tipp. Nem biztos, ez még lehet lejjebb. Lehet délebbre. Mi ez itt van? Itt ez valami autóverseny volt? Ott a zászló. Köszi! Ott a zászló. Nem tudom. Ó, oké. Nem segít. Ó, de.
Jó, de hát ez még attól függetlenül bármi lehet. Igen. Igen, ott vagyunk. Igazából az utca nevet azt még viszonylag könnyen meg fogjuk találni, a helységnévvel lesznek problémáink. De... Hű, ez egy város, az tuti. Jó, hát... Egy hosszú város, ahogy nézem. Hosszú észak-déli? Nem, észak-déli a város, ez inkább be nyugat-keleti. Nyugat-keleti város. Hú, te. Ez simán lehetem. Simán lehet ez. Ez az út. Mert az megy úgy. De mindjárt meglátjuk, mert egy rohadt tábla nincs sehova kitéve, hogy erre mész be meg. Egy tábla kell. Kell egy tábla. Hú te. Hú te. Egyébként annyira nem gáz, mert koszosnak nem koszos, ha megnézitek. Tehát koszosnak nem koszos a város. A város. Vannak elhagyott épületek, meg romhalmazók, de hát az hol nincsen. Tehát annyira nem gáz, mint mondjuk Mexikó. Mert Mexikónak egyes része ott volt. Ó, basszus. Legújja. Most ez komoly? Aha. Jó, hát ezzel nem jutottam előrébb. Lehet, hogy valakinek ez mond valamit, nekem nem. Perui falvak nagyon gázak. Igen? Nem tudom, még nem jártam arra. Jó, ezt látom, hogy ettől északra vannak hegyek. Hát köszi, ez majdnem mindegyik városra igaz. Ó, te Isten! Hú. Tehát most mondjátok meg nekem, hogy melyik város lehet, mert itt bármelyik lehet, hogyha végig gondoltok. Nem. Nem. Alex, ezt most nagyon rosszul gondolod. Segítek neked, jó? Tehát annyit segítek, hogy ez Peru. Nem, Lima biztos nem. Nem. Én is azért kattintottam máshova. Nem. Azt tudja, hogy nem az. Paradéro. Hó, basszus. Egyébként még ez a legvalószínűbb. És azon belül is kellene találnom egy olyat, hogy Paradéro. Hát most valahova lekattintok. Hostel. Aha. Csak másoknak segített. Ja, értem. Értem. Nehogy már tudják, hogy hova, merre, mi. Értem én. Rafinált. Eltántorítja a többieket, nehogy már jó fele kattingassanak. Hát jó, ennyi. Ez a tippem. Lehet, hogy nem jó. Ű, nagyon nem jó. Ez... takna. Hát oké. Okay. Hát elég rosszul tippeltem. 1500 kilométert tévedtem csak. Na nézzük. De én lettem az első, hát nem voltam túl acélos, de annyi baj legyen. Na, fiúk, lányok, lehet csatlakozni, még mindig van kettő helyünk. Gyertek. Bazsi, nem, nincs ezzel semmi baj. Nincs ezzel semmi baj. Nincs ezzel semmi baj. Ez itt nem az a lényeg, hogy most mindent eltaláljunk. Szórakozunk, pihengetünk. Meg közös játék. Tehát veletek játszunk, ennyi.
Már tervezem azt, hogy lesz olyan, amikor vicces helyszíneket fogunk keresgélni, hogy hol is van. Mert találtam olyat például, ahol egy ilyen. Csak random tippek? Igen. Találtam olyat, ahol például a kép egy talicskán tolt fogorvosi székről indul. Lehetne már Pozsony és a felreállt piramis. Úha, kezdődik. Kezdődik. Azt legalább ismerem. Hát, Bazsi, látod, látod. Na, fiúk, lányok, még valaki? Senki többet harmadszor? Mert indulunk. 5, 4, 3, 2, 1. Fiúk, lányok, közben is lehetem csatlakozni. A link ott van benne a cseten. Hajrá, hajrá. Na lássuk. Aha, ez szép. Hú, de ismerős. Lehet, hogy itt jártam. Aha. Nem tudom, még gondolkozom. Valószínű az ország megvan. És de itt csak valószínű. Igen, az lesz az. Nem, hanem. Hú, hol a bűbánatban vagy te? Jó, abban az egyben biztos vagyok, hogy az ország az ez. De a helységet nem találom egyenlőre. Rohadt is. Az építészetről már is ismerős volt. Nem egy bank alapján gondolom ezt. Még mielőtt azt hinnétek. Az országban eddig biztos vagyok. Oh, de csak az országban. Mondtam, hogy ismerős a környék. A fene essen bele. Én erre voltam. Tudjátok, az a legnagyobb baj, hogy én itt erre jártam. Én jártam erre. Az a probléma, tudjátok, hogyha látnék valami olyan támpontot, hogy egyből beüssön, hogy merre van. Azért volt nekem ennyire ismerős. Ennél jobban nem. Nem lesz megközelítve. De az utcát. Ez észak-déli utca. Igen, kb. De az inkább ez lesz. Hello there. Hello, Svensz! Hello, hello. Hello there. Ennél jobban nem tudom leszűkíteni egyelőre. Na, majd mindjárt itt talán.
Ez a nyomjad Zergérien. Köszi, köszi. Az utca nevet nem látom. Az baj. És itt? Callemastro Csappi. Ez egy északi utca. Tehát észak felé fordul. Hú, de jó lenne, ha tudnám. Mert a városrész az megvan. A városrész az megvan. Sőt, egyébként inkább ez a környék az. Ez a környék az. Itt ez a városrész. Nem Mexikó, nem Mexikó, fiúk, lányok. Nem. Ez kérlek szépen, ez Spanyolország és Malaga. Igen, igen, tűt a szénak az alba megtalálni azt az utcát. Egy kicsit éjszakra lőttem, de ismerős volt a környék. Mehetünk tovább. Ó, te! Svans, gyere vissza, hogyha tudsz. Néha előfordul, hogy hibázik, vagy hogy kidob. Értem. Hát igen, az érdekes. Valakinek a fia. Aha. Jó, és ott... Igen. Tisztában vagyok az a nevekkel, de... Ísz, kövde! Nál, van ers... Igen. Gyönyörű szép nevek. Csak az a baj, hogy fogalmam sincs, melyik ország. De. Az lesz az. De én léptem ki, éhes vagyok. Ja, jó étvágyat. Tudom, hogy te léptél ki. Jó étvágyat. Semmi gond nincsen. Addig jössz, amíg szeretnél, tudod? Nem erőszak a disznótor. Ezek ilyen nagyon kis helységek, ez nagyobb város lesz. Az a baj, tudjátok, hogy ezeket a helységeket kéne megtalálnom. Tehát mit tudom én... Na, az ország megvan. Hát, Daidaros az ilyen. Van két-három olyan ország, ami hasonló. Srendersven, Skövde, van ez. Hát ki mondani nem tudom a helységeket, nemhogy megtalálni. Nem fogom megtalálni. Én úgy érzem, hogy ez nagyon nem lesz meg így. Pedig ez nagy támpontnak kéne, hogy legyen. De menjünk egy picit tovább. Mit mond a busz? Aha, persze. Hogyne. Hát tökéletesen tudom, hogy hol vagyunk. Nem. Egyébként erről tudnom kéne, de nem. Hát ról hátán. Hát köszi. Na, itt vagyunk. Tudjátok, hogy hol vagyunk? Hát troll hátán. Úristen.
Tetszik a megnevezés. Troll hátán vagyunk. Troll hátán, oda van írva, hát nem, hát látjátok ti is, troll hátán, hát. Ennyi, most figyeljetek, hát. Most ez egy híres, nem tudom, város, híres skandináv város, hát ti is tudjátok, nem? Troll hátán. Hát igen. Úgyhogy tegye fel a kezét, aki megtalálta, mert én még nagyon nem. Pedig aztán bőven van támpontom. Egyszerűen nem, nincs meg. Én meg vagyok, azt hiszem. Basszus. Na mindegy, szóval troll hátán, érted? Kell ennyi hülyeséget beszélnem ahelyett, hogy keresném normálisan, mi? Nem lesz meg. Sajnos úgy érzem, hogy nem lesz meg. Aha, hát nem. Pedig ott van troll hátán. Ja. Nem baj. Na várjatok, ez megint valami szép környék. Hát fiúk, lányok, üdvözöllek titeket, nem tudom, ön... ebben a szép helységben, ami... Hát, nem olyan biztos, az még nem biztos. Az még nem biztos, hogy az Afrika. Nem, sőt, ez alapján én nem azt mondanám. Nem, Svensz, nem. Nem magyar. Ez... Hűte. Elemelem, hello. Megérkeztél. Na, mondd meg nekem, Elemelem, hol vagyunk. Mert van, aki már azt mondja, hogy Miskolc külső. Oké, Az pedig... Hűha, az. Az lehet. De nem, legyen itt ez a környék, mondjuk így elsőre, jó? Lehet, az is lehet. Basszus, az a baj, a zászlajával nem vagyok tisztában. Az Isten áldjon meg engem 8 gyerekkel. Mindig keverem ezt a kettőt. Nem tudom. Ezt a két országot keverem. Iha, várjatok már megint. Kell nekem egy F-öt. Néha csinál ilyet a játék. Mindjárt jövök vissza. Na szóval. Bocsi mindenkitől. Néha csinál ilyet. Francia. Főképp franciának nézném. A zászló, az a rohadt... Jó, a rendőrséget látom. Oké. Nem török lesz. Nem, az biztos, hogy nem török. Mit tippeltem eddig? Ja, hogy nem tippeltem... Kivetted? Hát figyeljetek, ez... Ez kettő is lehet, három is lehet. Na, keressük, hogy... Hát, ha találok valami támpontot a városra vonatkozóan. .net, az nem segít. Residence Alpha nem segít.
Bocsi mindenkitől. Várjatok, Olfa. Olfa. Fú, te, én nagyon nem vagyok közel, én úgy érzem. Csak valóban letettem egyelőre, jó? Nem tudom. Egyelőre próbálok magamtól rájönni. Úgyhogy azért nem olvasom ám fel a csetet, mert nem olvasom. Azt tudom, hogy francia behatás van, mert rengeteg francia szót látok. Azért vacilálok Marokkó meg Tunézia között egyenlőre. La Force de la Cruz. Igen. És nem tudom, hogy most Marokkó vagy Tunézia a jobban francia behatás alatt álló. Én meg direkt nem nézem a csetet, mert... Hát ez ennyi. Tunis. Az igen. Dajda rossz, 106, mennyit tévedett? Közelebb volt, mint én? Közelebb volt, aha. Szép volt, megyünk tovább. Nem volt jó tipp. Uff. Hát csókolom. Oké. Fú, te! Hát, Jézus Máriám! Szalava. Kajló. Szavakat próbálom. Fú, te! Hát én ezeket a szavakat még láttam is valahol. Szokó. Igen, az biztos. Az biztos. Az tuti. Az 100%, hogy Afrika. Fú, te, én ezt a szállodát nem nézném meg, jó? Azt a rohadt, mi van ott? Jézus Máriám. Már bocsánat, de hát ezt azért nézzétek meg. Tehát, hogy így... Őszintén, na ki vállalná, hogy itt megszáll egy éjszakára valamelyik szállóban? Hát én azért nem. Ezt az országot egy nagyon pici dolog alapján fel lehet ismerni. Hát egyébként több dologból is fel lehetne ismerni, hogyha odafigyelnék, de nem figyelek nagyon. Vagy annyira nem, mint kéne. Jézus Máriám, vissza a főútra. Nem megyünk le a főútról. Van egy dolog, ami alapján meg tudom mondani, hogy ez melyik ország. Hogyha egy picit figyelek, de nem figyelek eléggé. Talai pláza. Aha, jó. Tehát akkor azt tudjuk, hogy Talai pláza is van. Hátra nézel, követ egy rendőrautó. Nem látom. Vagy lehet, hogy korábban követett egy rendőrautó. És a rendőrautó? Csak egy országban követ... Fú, te! Te, hogyha te ez alapján meg tudod mondani, te okosabb vagy, mint én. Meg okosabb vagy, mint egy ötödikes. Én nem tudom. Én nem tudom, tényleg.
Szóval... Nem, fogalmam nincsen. Fogalmam nincsen, hogy melyik ország egyenlőre. Találtam iskolát. Na, az ugye egy egyszerű dolog. Figyeljetek, 1 perc 50 van vissza, és még nem tudom az országot. Azért az elég erős, nem? Megvan. Jó, az ország megvan. Tudjátok, mit kéne? Most kéne felhívnom a Yami barátomat, hogy hát segítsél már. Kenyai. Vagy nigériai? Nem, nigériai. Van egy kenyai ismerősöm is. Az kabaré. Africa Island Church. Kenya. Oké, és hol vagyunk? Alk Cabaret Town. Most komolyan van ilyen? Hát én ezt megnézem. Hogyha van ilyen, úristen. Ja, de miért Tanzániát nézem? Alk Cabaret. Most komolyan van ilyen város? Vagy ilyen helység? Nem tudom. Ennyi. Ott a város neve. Igen. Most komolyan? Basszus, komolyan, Kaberni. Ne! Ne! Ez szép volt. Azt a rohadt. Nem. Figyelj, nem találtam. Nem találtam. Ennyi. De durva. De tök jó. Aha. Ez eddig... Admirálsz. Úha. Oké, megvan az utcanév. Hűha. Na most ez. Erre tudnék mondani rögtön 3 országot. Na tegye fel a kezét, aki tud szintén mondani 3 országot erre. Ez egyértelmű eddig? Nem. Pont ez az, hogy nem. Én tudnék mondani 3 országot. Kapásból rá. Orosz, az egyik embernél van vodka. Nem, ez nem orosz. 3 országot tudok mondani. Majd hogyha végeztünk ezzel, akkor utána megmondom, hogy miért. Jó? És aztán arról beszélgethetünk, hogy igazam van, vagy nincsen igazam, mert az egy másik történet, jó? De 3 országot tudok mondani, amiben ilyen házak találhatóak. Az éghajlat nem feltétlen, de... Field Grove. Ugye fordított közlekedés van, hogyha jól látom. Jól látom. Oké, igen. Na, szóval, kezdjük az elején. És akkor ez alapján már tudhatjátok azt, hogy van 3 ország ezen kívül, amelyik, vagy mármint ezzel együtt, amelyik lehet. És miért? Do it all right. Aztán megvan a város. Az igen.
Hát én meg azt hiszem, hogy nincs, de nem baj. Centurio Way, Legio Way. Aha, fogalmam sincs még. Kanada vagy Írország, ami még ilyen. Hát figyelj, Új-Zéland. Új-Zéland simán. Ott az a tábla az, ami elméletileg segíthet. Ez római út. Aha, a római út az... Az a baj, hogy ez itt bármi lehet. Tehát itt ez a rész, itt ettől lejjebb. Trimers, jó, hát BMW, köszi. Hereford. Az a baj, hogy ez elméletileg segítenie kellene ennek a táblának, de gyakorlatilag én nem vagyok vele tisztában, hogy hol van. Do it, alright. Ez a környék lehet még esetleg. Majd visszatérünk még erre, Hereford. Na, ha mindenkinek meg lesz... Basszus, ha mindenkinek meg lesz a város, csak nekem nem, na, az lesz az égés. Nem egyébként? Ez mind nem számít. Van, ami nekem megy jobban, van, ami nektek megy jobban. Ez egy ilyen történet. Ne is törődjetek vele. Ez Ulánbátor. Így van. Tökéletesen látod. Elemelem, nem fogom már megtalálni. Tippeltem valamire. Ó, basszus. Pedig még ki is volt írva, hogy Hereford. Ez szép volt. Az a baj, hogy fogalmam nem volt arról, hogy merre van. És ez az én szegénységi bizonyítványom. Na nézzük. Hát, top 2. Annyira nem volt gáz, tehát figyeljetek, azért annyira nem volt gáz, akárhogyan is nézzük. Na, következő. Lehet jönni, fiúk, lányok. Gyertek. GG, nektek is szép volt. Hát figyeljetek, hát... Van, akinek jobban, van, akinek nehezebben meg. Így van, magyarul úgy mondják második. Teljesen mindegy, hányadik. Na gyertek. De ez tök jó. Alex, nem kell. Köszi, raktam be a linket, csak a bot nem szereti. Csak egy másodpercet tiltott ki, ne is törődjél vele. Na, fiúk, lányok, gyertek, legyünk még egy, ketten, hárman, négyen. Elemelem, gyere te is játszani. Mindenki is jöjjön játszani. De magyarul beszéljünk már, igazad van. Nem megy egy game, na, hát ez szép. Na gyertek, fiúk, lányok. Még várunk legalább egy játékost, de minimum kettőt. Jézus. Legalább egy játékost, de minimum kettőt, ugye értitek? Jézusom. Tudjátok, vannak bizonyos országok, amelyikre... Így megmondom, hogy melyik ország. Sőt, egyes esetekben még a várost is meg tudom határozni, ahol sokszor jártam. Hello, Bigloog! Hello, Patrick! Na, gyertek játszani! Gyertek játszani, tessék itt a link, lehet jönni. -1 is számít? Hát az szomorú lenne. Az szomorú lenne.
Gyere Patrik, gyere Gliglug játszani, gyertek, gyertek! Na megjött a vicc király, így van, így van. Nem lesz jó a péntek sajnos, akkor átírom a menetrendet. Semmi baj nincsen, Gliglug. Akkor előrébb hozom a Hitment. Köszi a játékot, Alex. Semmi gond nincsen. Ha menni kell, menni kell. Én most kihagyom. Dolgozok, még oktatok, nem lesz egy pár mi? Meg lesz egy pár a hónapban. Jó, semmi gond nincsen, Gliglug. Na! Valaki jöjjön játszani. Jövök vissza. Jól van. Gyere. Fiúk, lányok, gyertek. Legyünk legalább négyen, aztán utána már indítom is a játékot. Egyébként, ha szeretnétek, akkor mehetünk vicceset. Várjatok, mert van egy olyan pálya, hogy ilyen vicces és meghökkentő helyek. Itt. Furcsa, creepy, scary, sad and funny places. Úristen! Zargerien gifted a T1 subtéó haldan. Zargerien gifted a T1 subtéó bazsi 666. M4Brick 89 ismét feliratkozott. Ez már a 16 hónap. Mekkora manó vagy, Zargerien gifted a T1 subtéó M4Brick 89. Zargerien gifted a T1 subtéó Miyajiko. Syrax Gaming ismét feliratkozott. Ez már a 2 hónap. Mekkora manó vagy, Zargerien gifted a T1 subtéó Syrax Gaming. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az 5 ajándék feliratkozás, Zargerien, amit kiosztottál Bazsinak, Haldannak, Mavericknek, Miyagikónak és Syrax Gamingnek. Mekkora manó vagy, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, úristen. Na, fiúk, lányok, gyertek játszani. Hello Adrenalin, gyere! Nagyon szépen köszönöm, fiúk, lányok, azt, hogy itt vagytok, illetve Zargeriennek nagyon köszönöm tényleg a támogatást. Mekkora manó vagy, úristen. Még egyszer köszönöm. Na, gyere Zargerien te is játszani, Adrenalin, gyere te is, mindenki jöjjön játszani, van még 3 szabad helyünk, gyertek, és most direkt nézünk ilyen funny names of town and places. Úgyhogy gyertek, meg nem tudom milyen, tehát ezt most nézzük meg először. Nagyon szépen köszönöm Zargerien, teljesen sokkot kaptam. Te most passzolsz? Na jó, hát akkor menjünk 3-an, kíváncsi vagyok. Vagy hogyha jön valaki, akkor 4-en. Közben is lehet csatlakozni, szóval. Lehet közben is csatlakozni, fiúk, lányok. Kíváncsi leszek. Hát 2 kilométerre van film. Aha, meg Uppsala, meg Öster... Bibruk. Blackrow, hello. Hogy ott hagytad a GM-et? Hú, tehát ez már rég volt. Elég lett az RP-ből. Nem volt kedvem. És ami nem megy, ezt nem kell erőltetni. Ez a véleményem. Na, Forsmark, Löfstarbruck. Dánia? Talán. Forsmark, Löfstarbruck. Nem biztos. Du.
A filmet keressük egyébként, a film nevű helységet. Mert ha az megvan, akkor már... Pedig az IP a legjobb. Az persze, az IP a legjobb. Nem, hát figyeljetek, most gondoljátok végig észszerűen. Nap mint nap csinálja az ember és próbál szórakoztató lenni. Egy idő után besokal. Most itt nem csak rólam van szó, mindenkiről. De hogyha valaki meg nem RP-zik, akkor már egyből nem nézi az emberek, mert nem RP-zik, hát akkor nem érdekel. Hát akkor nem érdekel. Hát most én meg azt fogom csak csinálni, ami nekem jól esik. Svéd vagy norvég, lehet. Én dára gondoltam. Szóval a lényeg, hogy meguntam. Elég lett. Ja, nem, Black Crow, semmi gond nincsen. Semmi gond nincsen ezzel. Nem vettem magamra, meg nem vettem mi a nevének. Bántónak, vagy ilyesmi, csak... Egyszerűen elég lett. Jézusom, Zargerian. Zargerian Cheered X500. Úristen, te... Köszi szépen az 500 bitet. Mekkora manó vagy. Úristen. Nagyon szépen köszönöm. Hello, Patrick. Hello, hello. Na, szóval a lényeg, hogy elég lett. Na, hát figyeljetek, nem mehet állandóan az RP-sem. Hát csináltam mennyi ideig? Mennyi ideig RP-ztem egy húzomban? 21 februártól, vagy márciustól? 22 szeptemberig. Hát ez másfél év. Másfél év. Másfél évig egy húzamba ment az RP. Most ne haragudjatok, de hadd fáradjon el az ember. Oké, nem tudom, hogy hol vagyunk. Löfstarbrook. Löfstarbrook. Aha, nem tudom. Svéd. Mert a Szveget megtaláltam. Az biztos, hogy mindenki tudja, hogy hol van Szveg. Az ilyen vicces helyeket illene tudnom, mi? Valaki tudja? Mit tudom én, legyen itt. Ó, basszus. Na várjatok. Az... 50 kilométerre van. Várjatok, milyen irány ez? Délre. Akkor északra vagyunk. Akkor meg kéne keresnem, hogy hol van... hol a bűbánatos francban van ez a... Jó, itt találtunk egy ilyet. Nézzük csak. Force Mark 22-re van. Aha. Uppsala. Force Mark, pedig innen könnyűnek kéne lennie, de nem. Force Mark erre... Kicsit elrébb visszük. 5 kilométerre kéne lennünk Österbrl akármitől. Szóval, és az pedig arra felé van, tehát úgy dél felé. Tehát ez valahol itt lesz. Nem tudom. Kb. Üha! Hát annyira nem voltam messze. Ott van film. Na. Na, mehet a következő. Ne. Ezt nem mondom ki, ne haragudjatok, jó? Jézusom! Jajjaj! Ezt nem lehet kimondani, jó? A 57.
Jó, az 56 meg az 58 megvan, az 57-nek való erre kéne lennie. Ötvenhét, igen, itt van. A 628. Igen, az. Igen, az a neve a helységnek. Igen. Hear the sound. Na, hát ez egy... Penning. Revolution. Egy körforgót keresünk, fiúk, lányok. Itt az A628-ason egy körforgót. Ami egyébként akár itt is lehetne. De lehet, hogy nem. Azért ez a tábla, ez nagyot megy, fiúk, lányok. Akárhogyan is nézzük. Itt kell valahol lennie egy leágazás, egy leágazásnak és egy körforgónak. Tehát ez egy... itt. Itt vagyunk. Itt vagyunk. Itt, 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 itt. Itt vagyunk. Valahol itt. Jó, én meg vagyok, fiúk, lányok. Én szerintem itt vagyunk. Én szerintem itt vagyunk. Churchfield. Igen, 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 igen. Szerintem a székemben vagyok. Elemelem, ebben tökéletesen igazad van. Mit szeretnél, Patrik? Kérdezz, nagyon szívesen válaszolok. Semmi érdekes, rég volt, amit. Hát igen, rég bizony. Szerintem itt vagyunk. Meglátjuk. Patrik, én emlékszem rá. Csak arra voltam kíváncsi, hogy miért írod be annyira, hogy Maverick. Mit szeretnél tudni? Nagyon szívesen válaszolok, hogyha kérdésed van. Alacsony híd. Hát, igazából. Sheffield a 629-esen. Pedig ez itt van. Nem, nincs. Nincs, nincs, nincs. Egy pár dolog egyébként változott mióta. Mióta nem voltál. Na, mennyire találtam el? Azt, hogy... De hát nem is itt volt. Itt volt. Itt, itt, valahol itt ezen a környéken voltunk. Hát ez... Na, mehetünk tovább. És ez mi ez a hely? Oké, egy adag fa. Én ezt értem. Őha! Az ott fura.
Na hol vagyunk? Ugrész technikums! Úristen, ugre, igen, igen. Hát köszi. Ugre. Jó, jó, ez jó, ez tetszik. Oké, hol lehetünk? Nem tudom, hogy hol van ugre. Svéd vagy norvég. Valahol errefelé, nem? Na, az a biztos, hogy ugréban vagyunk. Milyen ugre? Hát Patrik, nézd meg, itt van. Egyébként egy zászló kéne, vagy egy kiírás, hogy ez a helység erre van, vagy az a helység erre van. Landmain. Úristen, ez milyen neve lesz inkább? Észtország, Lettország, valamelyik ezek közül, nem? Megvagyunk. Várjatok, mert ez egy erdő szélénél van, valahol itt vagyunk. Szerintem. Megvan, hogy hol, tehát megvan a helység, csak az a kérdés, hogy észak felé van, várjál, akkor nem ez az oldal, hanem itt ez az oldal lesz. Itt, na, tedd oda, valahol itt vagyunk. Oké, hát megvagyunk. Meg is van, igen, szerintem is. Egy picit talán följebb, várjatok. Így. Mert valahol itt álltunk, igen. Tehát az... Valahol itt. Itt vagyunk valahol. Oké, én megvagyok. Hát a pontos hely, hogy megvan Daidaros, az nem biztos, mert elég érdekesen nézi ez a játék. Tehát, hogyha te beállítod mondjuk a kereszteződésbe, akkor kiderül, hogy ez nem ott van. Szóval, ja, mondanám, hogy tök igazad van, és itt van, de nem ott van. Én valami ilyesmit mondanék. Nem, hát nem tűpontos ez se, hogy se. Nem tud az lenni. Itt van, de mégse. Így van, Zárgérjen. Egyébként tényleg nagyon szépen köszönöm a támogatást. Nagyon-nagyon-nagyon jól esik. Nagyon-nagyon köszönöm. De szép ez az erdő egyébként. Szépen meg van csinálva, vagy legalábbis itt a gyalogos út meg minden. Nem is tudom, hogy hova megy ez az út itt. Kifelé. Ez a P5-ös út. Hát ki a francba, azt látom. De most komolyan, a szomszédos városig van itt út, ez a kerékpárút lenne? Azért az erős. Mert nem mondom, hogy nem szép meg minden, csak meg ki is van világítva, de szerintetek ki használja? Őszintén. Ez jól esett. Na, mennyire találtam-e? Hadd nézzem. Látjátok? 210 métert írt. De hát nem is a fák között volt. Hát ez hülyeség. Na mindegy. Fél. Oké. Egy kilométerre vagyunk féltől.
Jó, tehát itt vagyunk ennél a hídnál. Ez a N2-es út, Formosol, Visue Norte. Úristen, nem ismerős a nyelv. Ez is valami északi ország lesz. A 24-es út. Jó, tehát akkor ettől délre van. Na, vajon hol lehet? Pedig itt kell lennie valahoz, ezen az útvonalon. Vagy ennek a környékén. Hát eddig nem látom. Jó, az biztos, hogy az ország megvan. Tehát az száz. Az száz, hogy megvan. És a VR-ra az A25-ösön. Na várjál. A 24 A25-ös találkozásánál kell lennie. Oké, okay, A24-es és az A25-ös találkozásánál vagyunk kb. Most nézem, hol van az A25-ös? Oké, okay, valahol ezen a környéken van. Aha, itt van. Mi 1 kilométerre voltunk ettől a helységtől, tehát valahol itt vagyunk. Vagy inkább itt ezen a környéken. Nem, ezen a környéken itt. Kb. Hú. Menjünk vissza a kezdeti helyre. N2-es. Oké, okay, igen. Az 1 kilométerre. Jó. Tehát kb megvan. Hát, legyen. Lássuk. Hát, nem jól tippeltél. Most nem jól tippeltél. Egy kicsit följebb volt. Ja, 500 méter. Ez szerintem egyébként túlzás, de jó, legyen.
Nagyjából megvan. Mehetünk tovább, na nézzük. Ez jó. Ez tetszik. Ez tetszik. Igen, 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 igen. Na hát akkor keressük. Riddle of the night. Jó, ez... Hát megvan az, az ország, megvan. Várjatok, mert akkor meg kell keresnem a várost, mert tudom, hogy van. Jaj Istenem, hát ez jó. Délnyugat vagy nem? Hát nem, mert az... Az nem az. Medical Park. Az a baj, hogy... Kéne látnom ahhoz, hogy... Ancient Mesopotamia, nem? Atlihan Park Hotel. Hó. Ez az az út, azt hiszem. Várjunk, nézzük? Nem. Nem meg vagyok. Ez viszonylag könnyű. Nagyon nem lehet elszúrni egyébként, fiúk, lányok. Mert az alapján fel tudjátok ismerni, hogy... hogy milyen épületek vannak az utcán. Ez könnyű. Nem mindegyik az, de ez könnyű. Kb-ra. Egy 200 méteres... Igen. Hát olyan 200 méterre bele lehet lőni. Hát ez mekkora. Ezt tetszik. Én kész vagyok, ennél jobban nem tudom belőni. A szép bazsi. Jaj Istenem. Fú, de hát ez nagyot megy. Ez nagyot megy, nem? Figyeljetek, legalább egy kicsit művelődtünk. Mit gondoltok? Na, de amíg várakozunk, hogy meglegyen a... Hát 3 méterre belőttem. Azt szerintem elég jó. Na. Tök jó, tök jó. Na, egy pillanatra elveszem a képet tőletek. Ja, nem kell, várjatok. Mondom, hogy fog változni a menetrend, jó? Holnap nem lesz Molland, mert ugye Gliglug nem ér rá.
Úgyhogy holnap Hitmannel fogunk játszani. Bár még gondolkodom rajta, hogy a Citybus Managernek az új update-jét megnézzük, ezt majd még eldöntöm. És ez szerint fog változni a jövő heti menetrend is, ami előre szólok, pénteken, jövő héten pénteken nem lesz adás. Jó? Tehát jövő hét pénteken nem lesz adás. Daidaros, tök jó volt, köszi, hogy jöttetek. Na, nope, Hitman, mi a baj, Zárgérien? Mesélj. Figyelek. Nincs busz, elmaradnak a buszjáratok. igen, szóval az ami biztos, hogy holnap lesz stream délután 1-től. Hogy mi fog menni, ezt még nem döntöttem el, szóval majd meglátjuk. Még gondolkozom egyébként azon is, hogy esetleg bedobjak valami olyan címet, ami még nem volt. Már csak azért is, hogy legyen egy kis érdekesség. Na, de fiúk, lányok! Én megyek 10-20 percre. Alex, én is megyek, de nem 10-20 percre. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Ne menjetek sehova, rédelni fogunk. Küldelek titeket tovább, mert hát mekkora egy szemét lennék, hogyha nem küldenélek titeket tovább. Először is egy háttér. És megnézem, hogy kit lehet rédelni. Jó? Ne menjetek sehova, egy pillanat, és már nézzük is, hogy kit lehet esetleg rédelni. Na, és akkor mondom, hogy mi a választék, jó? Mehetünk Teratlonhoz World of Warships-ezni, vagy mehetünk Hunemkához, vagy hogyha van valami jobb ötletetek, azt is meghallgatom. Vagy Lapint játszik Kim's Fairy Tail. Na, mit szóltok? Tegye fel a kezét, ki hova szeret. Sárikát szeretnétek? GTA 5-öt? Igen. Ketten szeretnének már GTA 5-öt, gyerünk, hát nyomjátok, ki mit szeretne? Azt szerint fogom eldönteni. Ebből kimet ismerem csak, igen, hát Kim's Fairy Tail-t biztosan ismeritek. Ő Lapint játszik, az is egy érdekes történet. Na? Csak azért, mert GTA 5 az most nekem mindegy, nagyon jó. Akkor Kimhez megyünk már csak azért is, mert GTA 5-öt nem játszom, ezért miért küldenélek titeket olyan helyre. Viszont még gondolkozom a Starship Troopers Extermination-on is, hogy azt is ki kéne próbálni, majd meglátjuk. Várjatok, már nyomom is a rédet, egy pillanat, türelem. Igen, akkor... Hol van? Csatorna rédelése. Kim's Fairy Tail, nagyon jó. Legyetek szívesek, csatlakozzatok a raidhez, és írjátok be neki, legyetek szívesek, hogy hashtag manoraid. Jó? Én nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap délután 1-kor találkozunk. Addig is. Sziasztok!